Pap Lajosné falu közi Anna 101 éves lett szeptemberben. 1922. szeptember 3-án született a bukovinai Isten segítsen. 9 voltak testvérek. Gyermekkorára így emlékezett vissza. Engem elvitt anyám, édesanyám elvitt bíratni, és akkor Monár Géza akart bírni, és azt mondta, anyámat Katinak hívták. És akkor azt mondja a tanár Monár Géza, hogy különben ő itt halt meg Magyarországon, ő is 90 valamány éves volt, és akkor azt mondja, te Kati, ne érjük be ezt a Leánkát, azt mondja, már erős kicsikék a lábai, és azt mondja, az iskola kicsit messze van, és akkor várjunk egy esztendőt, mert ott nem volt az, hogy évvesztes vagy valami, hát szeptemberi voltam, és akkor anyám akkor bíratni, és akkor vártunk egy évet, mikor másik évben elmentünk, akkor bírt, 3 osztályt jártam magyart, és 3 osztályt románt. Románul kellett, igen. De számtanból mindig első voltam az osztályba, meg a énekből, meg a... Amit akkor úgy mondtuk, hogy magára meg kell tanulni. Úgyhogy kívülről kellett tudni azt a verseket, azt hamar megtanultam, nagyon hamar. Beültettem kis kertemet a tavasszal, rózsaszeg füliléjom és rezedával. Kis nyíltak egyenként, el szeretném adni minden most mindjárt. Én megveszem virágodat, ha eladod. Ha az árát te magad, és nem sok hallod, versenyfutás az árát, utca nézünk utána, de most mindjárt. 10 éves, 12-ig, 13 mentünk kapálni a mezőre, kukoricát kapálni, akkor hagymát gyomlálni, kapálni a hagymát, akkor betanított anyám palántálni. Ezt álltak a szomszédok, egyszer egyiknek csinálták meg, máskor a másiknak, így sorba. Ott erős szerették egymást. Nem úgy volt, mint magyarban, nem. A Magyarországon én azt hiszem, még Falira se szeretik úgy, mint Bukovinában szerették egymást az emberek. Úgy ezzel tartottak, és akkor a férfiak csinálták az ágyást, és akkor az asszonyok, hát már én is oda be voltam fogva rendesen, dugattuk a hagymát, a palántot sorba az ágyásokba. Augusztusban, úgy augusztus végén szoktuk kiszedni, ilyen nagy veres hagymák, szépek, és majdnem és annyira nőttek meg, hogy ennyi volt csak, hogy ne érjenek össze, így is, úgy is, így szegletesen. És mikor szedtük, olyan szép kiszedtük, és akkor ott hagytuk az ágyásokon, és megszáradt, és utána megpucoltuk, meg kellett pucolni, de a haját meghagyni. Olyan szép nagy haja volt, ilyen lobbantos haja mindegyik hagymának, mindegyiknek. És akkor felfontuk koszorúba, én egy este 100 koszorút fontam. Egyedül. 6 órára körülbelül akkor fogtunk neki, és akkor olyan jó 10-ig, 100 koszorút. Egy se font annyit, egy se tudott annyit fonni, és olyan szépek voltak, és akkor vittük Szucsávára, ez
szerdán volt, és akkor csütörtökön hajnalba kellett menni, és Csucsávára szépen felrakta a cekára apám, és akkor mentünk, és ott állattuk, és akkor lett pénz. Ott olyan föld volt, hogy ott minden megtermett. Káposztától kezdve, cékla, sárgarépa, mindenféle. Volt, és én nem tudom, hát itt nem láttam sehol, úgy mondtuk, hogy tős. De ilyen nagyra nőtt, olyan szép volt, mikor kihúztuk, és akkor meghántottuk, és akkor ettük úgy nyássán. Szép sárga volt a bele, és akkor volt, mikor anyám abból csinált rétest is. Rétest. Jól felszerelte fahéjával, mindenféle, és jó tésztát, és akkor beleezélte. Olyan finom volt, úgy szerettük. Bukovina azért volt szép, már ott olyan, hogy mondjam, olyan más levegő volt, más. Vagy talán lát azért, hogy én megöregedtem, vagy ott hegyek voltak, sok hegy körbe, erdők, fák, nagyok. Volt Pelesén, a testvéremmel mentünk oda csipirkát szedni, és akkor szedtünk ilyen zacskóval, és akkor hazavittük, és anyám jól megcsinál, megpucoltam, megmostam, mit tudom én, rendesen megcsinálta ételnek, s tojást, elüttes, ezért jól felváltás rea, se jó nagy málét melléjes, úgy laktunk nefé, hogy a hasunk félreállott. Én 38-ban elmentem Galacra, akkor már 16 éves voltam, de előtte mentem Moduvába. Háromszor voltam, két-két hónapig. Ott kellett bekapálni, sarabolni előre, a cukorrépa volt, úgy mondtuk mézcékla. Meg kellett sarabolni, és utána kiritkítani, és utána bekapálni, háromszor, és az a két hónap alatt azt csináltuk ott Moduvába. De nem volt szabad se hazajönni, se semmi, csak ott. De sokan volt, aki családostól elment, és akkor ott pénzt kapott. Tudod, fiam, milyen éltünk. Túró, málé. Túró, málé. Ebédet főztek, vagy bablevest, vagy krumplilevest, vagy mit tudom én. Úgy máson nem emlékszek, csak ezt a két fajtára. Vasárnap volt csak húsféle, olyan jó gulyásféle biztos, de ott nem mondtuk, hogy gulyás, nem tudom, hogy mondták. 15 éves korában elkerült otthonról, családoknál dolgozott, gyerekekre vigyázott. Mikor 16 éves voltam, 38-ban elmentem Galacra, három gyermekre vigyáztam. Kellett tanítsam magyarul. Volt, amelyik megtanult a 3-4 szót, vagy mit tudom én, de azt mondták, hogy nehéz. Azt mondják, hogy a magyar szó legnehezebb megtanulni. És akkor ott három gyermekre vigyáztam, és akkor egy évig ott voltam, és akkor annak a rokonához elkerült, ajánlottak, már azok már nagyobbak lettek, mentek az iskolába, és akkor elkerültem Bukurestbe, a testvére volt az embernek, vagy mit tudom én, és akkor Bukurestbe, ott csak egy 4 éves kislányra kellett vigyázzak, Elvirának hívták, olyan helyes volt,
az 39-ban volt ez. Én Galacon kellett segítsek főzni minden, de itt Bukurásban nem kellett segíteni semmit, mert ott nem volt otthon se szokazni semmi. Volt nekik ilyen restaurantok, és ott ebédeltünk minden nap. Velük ettem én, velük ettem. Nagyon szerették a magyarokat, nagyon szerették. És a kislány nagyon ragaszkodott ezzel. Mentünk sétálni a kicsi lányjal, már minden nap mentünk sétálni a kislányjal. És akkor semmit nem vettünk észre, és mikor hát a golyó lásett mellém, így, egy golyó. És akkor mit csinál? Hát hazamentünk, és mondtam a gazdának, hogy nem mi van, és azt mondta, hogy ne menjünk többet. Amikor kitört a háború, a család először az Alföldre, majd a Bácskába került. A magyar kormány hozott minket, nem menekültünk onnan, minden, a szövőszéktől kezdve mindent elhoztunk, a világon mindent. Vagonokat adtak két családnak, kinek mennyie volt, mindenféle befért. Akkor széjjel osztottak onnan, hogy ne legyen annyi ember egybe, ide egyiket, ide másikot oda, és akkor mi Monokra kerültünk, Szerencstől 8 kilométerre volt, és akkor egy fényképész úgy belém kötött, hogy volt cukorgyár nekik minden, és úgy belém kötött, hogy menjek haza férhez. Hát mondom, én nem tudom, hogy kell férhez menni. Nem tudom, mondom, engem ne kérjél, mert nem tudom, hogy kell. Akkor engedjen meg, hogy csináljon képet rólam. Hát jó, akkor mondom, de felöltözök, mondom úgy, ahogy mi szoktunk. Jó, azt mondja, öltöz fel. És akkor, és elvitt a gyárba is Szerencs oda. És akkor felöltöztem, ott van a kép, majd megmutatom. És akkor csinált képet, és akkor képzel, és akkor eljöttünk, Bácskába hoztak ide. És akkor azt mondja, hogy foglak megtalálni, hogy azért majd meggondolod magad, meg mit tudom én. Mondom, nem gondolok meg semmit. Most nézd meg, milyen szép háttér, náluk az udvaron. Igen, oda vitt nálik az udvaron, és akkor csinálta. És képzeld el, akkor addig kutakodott, hogy megtudta, hogy hol vagyunk, és utánunk küldte. De nem így, hanem ekkorában így, ekkorában. Anna 1943. októberében a Bácskában ment férjhez. Lajos először még Anna testvérének, Rózsinak udvarolt. Nagyon szerette a Lajos is, Lajos az uram, és nagyon szerette, és akkor Istenem, és mégis meg kellett halljon. És tudod, mit mondott nekem a halálos ágyán? Azt, hogy Anna, ha az a legény Lajos akar Hezdád járni, már nem mondtuk, az udvarlás nem ismertük, hogy mi az. Azt mondja, Hezdád járni akarna, akkor te fogadd el, mert az erős jó legény. Olyan szépen vezetgette minden, de tudta, hogy beteg. De hát már jól volt, de fiam, Bácskában nem volt még az a tudomány, hogy a tüdőgyulladást helyrehozzák, hanem fejlődött neki. És Bácskában 42-ben meghalt. Lajos jött,
beszélgettünk, örökké beszélgettünk, és akkor ez, én nem mondtam meg neki, hogy mit mondott Rózsi, hogy fogadja meg valami. És akkor úgy összejöttünk szépen, úgy sétálva minden. Egyszer ketten sétálunk, senki nem volt sehol, és akkor ezt egyeztünk ketten. Ott a járdán sétáltunk, és egyeztünk, ezt egyeztünk. Menjünk, iratkozzunk be a papnál. Beiratkoztunk, és akkor hazamentünk anyám, és mondjuk anya, beiratkoztunk. Jövő vasárnap kihirdetnek, és utána, de katona volt közben, a katona volt. És akkor jaj, Istenem, mit csináltatok? Mit csináltok? Tudjátok ti, hogy mit csináltok? Hát azt mondja Lajos is, hát én is mondtam, hát nem tudjuk, de majd meg tudjuk. És akkor na jó, kihirdettek, megesküdtünk, jó nagy lagzi, akkor nem volt szabad, szombaton nem esküdtek, szombaton csak vasárnap. Vasárnap megesküdtünk, édesfiam, és hétfőn reggel elvitték ki a frontra, s ez volt 43. október 24. 25-én elvitték, hazajött 45. szeptember 8-án. Nem volt gyermek, nem lett csak akkor. Azt mondja, már ő nagyon szerette, meg én is szerettem, de ő lát még jobban. Szerette, lett volna, hogy legyen gyermek, és nem lett. És akkor meg kellett operáljanak. Képzeld, otthon a konyhába volt egy asztalunk, egy ágy. A falu orvosa felesége az operált meg engem. Utolsó kánattól kezdve minden gyóntottam, minden el voltam készítve, felütöztettem magam inkba, slájbiba, és akkor al volt csak szoknya, hogy nem kell rakott szoknya vagy valami, és hogyha meghalok, akkor így temessenek el, ne kössenek rendőrt se semmit, mert olyan szép hosszú fekete hajam volt. Megoperáltak, olyan 3 hónapig, meddig, nem tudom meddig, vagy 2 hónapig, nem is tudom, hogy kezelte az orvos, a felesége, jöttek mindig fel oda, mi feküdtem az ágyba, és akkor képzeld, nem kérdeztük, hogy mennyit kell fizetni, és azt mondta, hogy nem kell fizetni. Ha lesz gyermek, akkor kell fizetni nekünk. És akkor ez volt 46. januárban, mikor megműtöttek. Igen, 46. És 47. január 14-én megszületett az első fiam. Mikor megszületett, hát akkor kérdeztük, hogy mit kell. 19 kiló zsíradékot disznóból kellett adni neki. Szalona, sonka, szalámi. Hát ugye itt már tudtuk a szalámit is tudták csinálni. Már megtanulták a sváboktól a szalámi csinálást. Bukovinában nem volt szalámi csinálva soha. Csak kolbász, hurka. Még az oldalast is felfüstölték, és úgy kiáltották, és akkor úgy. Nos, akkor megfizettük neki a 19, mondom, és akkor a keresztelőn
a keresztelőn voltak vagy 20-an. Már ugye gondolt, lát, hogy nem lesz több gyermek, és akkor legyen jó sok kománk. És akkor ott volt az orvos, ott volt a pap, papnak az anyja, az orvos felesége, ezek mind ott voltak, és akkor a székelyek. Erdélyből is voltak sokan. 56-ban volt az utolsó, aki megszületett, ő az, és akkor mondom, 9 év alatt 4 fiam, egy leányom, valahogy megakadt egy leányka, mondtam a közön. De jó, de hogy örültünk, édes jó Istenem, hogy tudtunk örülni? És itt is a lányom esküdtek. Aha. Esküdtek. És akkor ott a fia, első áldozó, itt a vője neki, uh-huh. esküvő, akkor itt Domi, Domi, és akkor a fiai, uh-huh. és itt az esküvő, és itt a lánya. Uh-huh. 4 fiúkat és 1 lányukat házasították ki, akik 14 unokával, 20 dédunokával és 2 ükunokával ajándékozták meg a családot. Én nagyon szerettem, mert ahogy a család nőtt, én mindig tudtam, hogy mindig többet kell főzni, sütni. A kisebbik fiam nekem mindig takarított szombaton, vagy pénteken, hogy én tudjak sütni. És vasárnapra, olyan vasárnap nem volt, hogy ne legyen rút, és mákot termeltünk itt, 40 kiló mákot termeltünk, eladni is jutott, és itt volt, a tészta nem látszott a máktól, nem unatkozott, ne fél. Olyan rudakot a nagy tepsibe megsüttem, úgy szerették, édes jó Istenem. Úgy örültem, mikor körülültük az asztalt, úgy tudtunk örülni, és mondtam egyszer Lajosnak, hogy no Lajoska, ugye most meg lehetünk elégedve, mikor 5 gyermek körül ülte az asztalt, édes jó Istenem. Én mindenkinek azt mondtam, hogy egy gyermek nem gyermek. Egy gyermek nem. Én féltem volna, hogyha csak egy gyermekem született volna. Én féltem volna, az biztos. Mert örökké azt hittem volna, hogy most hal meg, most hal meg. Hát így is 2 elment, 2-2 fiam elment. Hát 3-at a Jóisten meghagyott nekem, hogy legyen, aki ide jöjjön, megnézzen, de szép volt. Olyan szép életem volt. Én azt hiszem, hogyha nem lett volna ilyen jó emberem, lehet nem értem volna ilyen sokáig. De most 18 éve fiam elmúlott, hogy elment, és egyedül vagyok itt hátul. Egyedül. Egyedül. De bár sose nem panaszkodok, ritkán panaszkodok, mikor már nem bírok valamit, fájdalmat vagy valamit, akkor kezdek panaszkodni, de nem baj. A doktornő is segít nekem sokat, Mária, Monár Mária nagyon sokat segít, és amikor szólok, az mindig jött minden, nem? Sose volt az, hogy nem ér rá, vagy valamit, az jött. Nagyon, nagyon szeretem. És tudod, fiam, mi a legfontosabb a világon? A szeretet és az egészség. Hogy szeressék. Van, még olyan család is van, aki talán nem is tudom. Nem is tudom, hogy szét vannak húzva minden. De én hál' Istennek, nekem azt mondták, a svábok mondták itt a faluba, hogy ilyen család nincs, mint a pap család. Mert
Anna néni úgy össze tartja őket, hogy mondtam is, mindig mondtam nekik, hogy szeressétek egymás fiam, úgy, mint a testvérek, mert szeressétek, mert egy apátok, egy anyátok van. És amikor a gyermekek voltak, és letérgyepelte, ide, így, sorba, Jóska fiam az emlegette. Anyám azt mondja, máig nem akart letérgyepelni, azt mondja, a pálcocskával, azt mondja, ott a hátulról. Igen, és voltam, melyik nem akart letérgyepelni, de hát utána letérgyepeltek, öten is úgy imádkoztak. Én úgy megtanítottam őket, de máma nem az a világban, nem. Sajnos akkor átfordult az én fiatal korom óta, mint az ég s a föld. Akkor átfordult a világ. Igen. A világ ugyan változik, de Anna néni tanítása örökérvényű. S ha igaz az, hogy a jót, amit adunk, vissza is kapjuk, akkor Anna néni hosszú élete minden bizonnyal ezt igazolja.